Nagyon szép délelőttöt kívánok mindenkinek. Sarnyai Leona vagyok. A ma hétfő 10 órási Szinergia Online Fórumunk vendége Ambrusné Schuller Edina, és hogy ő most itt lehet köreinkben, Dávidné Szabó Rózsa munkatársunknak köszönjük, és neked is köszönjük, Edina, hogy elfogadtad meghívásunkat, és a vendégünk vagy. Edináról tudni kell, hogy asztrológus, és esküvő szervező, és a mai fórumunk témája az asztrológia lesz, de mielőtt belevágunk konkrétan, amit hozott nekünk témát Edina, először Edina, megkérlek téged, hogy röviden mutatkoztál be, miért döntöttél az mellett, hogy asztrológiával foglalkozol, egy kicsit mesélj nekünk magunkról, magadról, adom neked a hangot, tessék Edina. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, aki megtisztelem a délelőtt a figyelmével. Miért döntöttem azért, hogy asztrológus leszek? Igazából nagyon sokáig kerestem én is az utamat, és kislányként még nagyon sokszor mosolyogtak rajtam a szüleim, amikor én olyan negyedikes, ötödikes korom óta én azt fújtam, hogy majd egyszer csillagász leszek. Na most egy kis kitérővel, de végül is az lettem, ugyanis nagyon korán megtalált engem az ezotéria és a természetgyógyászati vonal, körülbelül egy olyan kamaszkorom, 14 éves korom tájéken, és hát azóta nagyon nagy utat tettem be, meg igazából nem titok, tehát én 1978. szeptemberében születtem, és ugye már most 35-et betöltöttem. És hát ez alatt az idő alatt nagyon sok mindent megjártam én is, tehát az ezotéria nagyon sok vonalát, kezdve a reiki beavatástól, a természetgyógyászati, eti vizsga, egészségügyi vizsga, általános természetgyógyászat, éveken keresztül metafizikai tanulmányok, tehát nagyon sok ágazatába bepillantást nyertem, és igazából egyszer csak azt éreztem, hogy megtaláltam azt, ami én vagyok. Tehát nagyon sok mindenre van rálátásom, de igazából amire azt tudom mondani, hogy a hivatásom az az asztrológia. Pontosabban 2005 őszén iratkoztam be Takács Tibornak a Metamorfózis asztrológia iskolájába. Ez egy Miskolcon kihelyezett iskola, és ugye ez alapból 4 év. És a negyedik év végén az a megtiszteltetés ért, hogy tanítom Takács Tibor befogadta a vizsgadolgozatomat, és vizsgázhattam nála. És gyakorlatilag, ugye, mióta hivatalosan megvan az asztrológusi végzettségem, 4 éve én azóta is folyamatosan elemzek, visszajárok továbbképzésre, táborokba. Tehát az, maga az asztrológia az egy akkora hatalmas terület, hogy igazából ezt nem lehet 4 év alatt megtanulni. Köszönjük szépen neked, Edina. És egy nagyon érdekes témát hoztál nekünk ma, az életfeladat megélésének fontossága a sorsunkban. Ez tényleg nagyon sokan halljuk, hogy ennek mekkora fontossága van. De hogy itt a nézők, és akár az én fejembe is egy picit letisztuljanak ezek a kifejezések, hogy életfeladat és sors. Mint asztrológus, e két szó, vagy mondjam azt, hogy fogalom mögött, mit értesz? Erről beszélj nekünk egy kicsit. Tehát azért választottam ezt a témát, mert gyakorlatilag az esetek 90%-ában, amikor engem megkeresnek, akkor az első kérdés az, amin az adatpontosító adatlapokon látok, az mindig az, hogy mi az életfeladatom, mi az, amit meg kellene élnem, mi az én utam. Tehát általában ez a leggyakoribb kérdés, ami benne van. És hát igazából maga az, hogy az adott szülöttnek mi a sorsa, az egy pontosan felállított asztrológiai óraképből, Radixból, horoszkópból állapítható meg.
Ugye általában a közhiedelemben az van, hogy van a 12 jegy, és akkor én ekkortól ettig születtem, és ugye ezt mindenféle portálon, újságban meg lehet találni éppen az adott előrejelzést. Na most ez nagyon sokkal többről szól végülis a dolog, ugyanis ahhoz, hogy bárkinek az életéről, sorsáról pontos képet tudjak adni akárkinek, nem akárkinek, bocsánat, csak a szülöttnek, magának, ugyanis harmadik személynek nem adunk felvilágosítást, ahhoz mindenképpen kell a születési év, hó, nap, óra, perc, másodperc, és maga a születési helyre felállított asztrológiai képlet. Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy akár IKEL születés esetén is, ugye pár perces eltérés is más és más sorsot eredményez. Bár az életfeladat ebbe az esetben azonos, de maga a sors és a bejárni kívánt és bejárandó életút az már eltérhet akár egy 5-10 perces eltérésnél is. És ugye igazából mindig az az alap, hogy egy jól felállított képletünk legyen, és ezek után tudunk beszélni életfeladatról és magáról a sorsról. Na most az életfeladat az általában, amiből ez látszik, ami ez megmutatkozik, az maga a horoszkópon belül a tanító, a karma bolygója, tehát a Szaturnusz jegybeli helyzete mutatja meg számunkra, és ehhez párosul maga a Jupiternek, ahol mi boldogok tudunk lenni, és ahol azonosulni tudunk, a Jupiternek a házbeli helyzete, és maga még a jegy párosítás hozzá. És maga pedig az, hogy egy adott edénynek mi a sorsa, mi az, amit be kell járnia, az pedig a 10 bolygónak a 12 házban és 12 jegyben való elhelyezkedése, kombinációja. Tehát ezért mondtam én azt, például ahogy elküldtem a hírlevél értesítőmet is a tegnapi nap folyamán, egy kis kulisszatitkot árultam el, ugyanis aki volt már nálam elemzésen, az tudja, hogy én nem tudok általánosságokból beszélni, pontosan azért, mert látom, hogy egy apró eltérés is már mennyire más dolgot adhat. És éppen ezért megpróbáltam a mai napra azért mégis valahogy valamilyen módon egy összefoglalót, egy átfogó képet adni, de ezt senki ne vegye magára 100%-os érvényének, úgyhogy mindenkit erre kérnénk. Mert, mint mondtam, ahhoz egy pontosan felállított kép lesz szükséges. Na most, nagyon sokszor az van, hogy az életfeladat kapcsán az embereknek az a csapda pontosan, hogy magát a Szaturnuszt, amit nekünk jegyben kellene, jegyfeladatban megélnünk, azt nagyon sokszor az emberek célul tűzik ki. Ugye az adott horoszkópon, Radixon belül, és ez mindenkinek így van, van a 12 életterület, a 12 ház, és általában az a csapda benne, hogy ahol, amelyik házban megjelenik a Szaturnusz, azt mi saját magunktól célul nem tűzhetjük ki. Ugyanis ha azt önmagunktól, egóból próbáljuk elérni, akkor a sorsfeladatot megfordítjuk. Ugyanis magát az életfeladatot, sorsfeladatot meg lehet élni a pozitív oldalon, úgymond a könnyebb úton. Erre szoktam mondani, hogy ugye amikor van egy kis hátszelünk, és tudjuk, hogy mi a feladat, és tudjuk, hogy bár fájni fog az egónak, tehát azt nem állítom, hogy nem fog fájni sokszor a lemondásokon keresztül, de mégis viszonylag könnyebben, elfogadóban és beletörődőben veszik az emberek, hogy igen, akkor nekem ez az utam, és tudom, hogyha nem is önmagamtól, de majd valahogy másképpen visszakapom azt, amit én is szeretnék. És hát van a másik, amikor egóból és rajtcélgyőzelemmel próbál valaki valamit elérni az életébe, és akkor jön az, amikor a nehézségeken, és úgy érezzük, hogy a lemondásokon keresztül. És igazából maga az, hogy az életünkben van-e jó és rossz, maga az ego az, ami minősít.
Nagyon sokszor azt tapasztaljuk, ugye, hogy történik az életünkben egy hirtelen változás, amit az adott élethelyzetben úgy ítélünk meg, hogy hú, ez most nagyon rossz, és most ebből nem tudom, nem látom a kiutat, mert éppen olyan átalakulások vannak a munkahelyemen, hogy érzem, hogy mennem kéne, de akkor most merjek lépni, vagy ne merjek, és hogy jött egy másik főnök, és már azt érzem, hogy nem bírom tovább. És nagyon sokszor az ember nagyon sok rágódás után azt mondja, hogy jó, akkor belátom, és akkor ki akarok lépni ebből a rossz élethelyzetből, úgymond számára az egónak rossz helyzetből, és ő ezt akkor éppen nagyon, nagyon rosszul éli meg, és elmegy egy munkahelyre, egy másik munkahelyre, vagy belekerül egy másik élethelyzetbe, és sokszor utólag jön rá, hogy igazából lehet, hogy ez a legjobb dolog, ami történhetett velem az életem folyamán, holott közben ugye ő ezt nem így élte meg. Tehát ő tudja nagyon jól, hogy mennyi lemondással, vívódással, idegeskedéssel, és utólag csak bebizonyosodik, hogy a sors azért hozta ezt, hogy képes legyen lépni, képes legyen dönteni, és esetleg egy új élethelyzetet teremteni számára. Na most, ugye ez a csapda, hogy általában pontosan az a mézes madzag, hogy az emberek mindig azt a házat célul tűzik ki, amit nem lehetne egyedül elérniük, és nagyon sokszor meg is fordítják ezt a folyamatot. De én most megpróbáltam egy összefoglalót hozni, végigmenve a 12 jegyen. Biztosan lesz olyan, aki esetleg magára ismer benne, hogy nagyjából ez hogy nyilvánulhat meg, hogyha megpróbáljuk a könnyebbik utat járni, és akkor talán egy kicsit könnyebb elfogadni a dolgokat. Az életfeladatnak, sorsfeladatnak az a lényege, hogy bármikor, bármilyen élethelyzetbe kerülünk, és tudjuk, hogy mi a feladat, mi szerint kell döntenünk, legyen ez akár a legapróbb döntés is, és ha tudunk a feladat szerint dönteni, akkor onnantól kezdve mindig megkapjuk a lehetőséget a sorstól, hogy hozza nekünk a segítséget, hogy igen, akkor arra tereljen, amerre a könnyebb utat tudjunk járni, és ezért is érdemes nyitott szemmel járni mindenképpen. Na most, az első jegy, ugye, a zodiákuson az a kos jegye, és ugye az a szülött, aki a kosszaturnuszt kapja életfeladatul, ő neki az lenne, amit meg kell élnie, hogy felső szinten a másokért küzdelem. A másokért való küzdelem. Tehát egy kosszaturnuszú vagy kosjegyű embernek elméletileg, ugye, ha ő azt a legmagasabb szinten szeretné élni, és miért mondom, hogy legmagasabb szinten, biztosan tapasztaljuk a hétköznapi életünkben azt, hogy nagyon sokféle emberrel találkozunk, és vannak, akiknek inkább az anyagiak, a saját céljai fontosak, vannak, akinek inkább ugye már nyit a társadalom felé és a közösség céljai, és van, aki képes teljesen tudatosan, felső szinten megélni azt, hogy igenis én erre születtem, vagy akár ösztönből is, tehát tényleg sokszor tapasztalom, találkozok olyanokkal, akik annyira ösztönből, zsigerből érzi, hogy neki mi a feladata, és nagyon jól meg tudja ezt élni. Ugye egy kosszaturnusztal a másokért való küzdelem, hogy nem önmagamért küzdök. És ez ugyanúgy igaz mondjuk egy kosnak jegyű emberre is. A kosságnál megjelenik az, hogy nagyon nagy erőt kap, rengeteg erőt, energiát, viszont soha nem önmagáért kapja. Tehát azért azt tudnunk kell, hogy az életünk folyamán mindig van egy terület, ahol mi megkapjuk a hatalmat, a kiteljesedést. Ugyanakkor tudni kell, hogy semmit nem kapunk önmagunkért. Tehát minden úgy van összerakva, hogy az emberek megtanulják, hogy ne önzően, ne önmagukért, hanem másokat segítve. És aztán, amikor eljutnak az emberek odáig, hogy igen, én tudom, hogy én ebbe tudok neked segíteni, te abba tudsz nekem segíteni, a harmadik meg amaba tud nekem segíteni,
és így a sok-sok apró tényező összeadódik egyetlen egy nagy kerek egészé, és így tudjuk megélni az egységet. Ugye ebbe az egységbe, hogyha egy bikaszaturnuszú emberrel találkozunk, az ő feladata az anyag nélküli biztonságnak a megélése. Ugye a bikaságnak nagyon nagy problémája szokott az lenni, hogy beleragad élethelyzetekbe, ugye nagyon fontos neki a biztonság, a stabilitás, és minden, ami ebből esetleg megpróbálja őt kizökkenteni, az ugye őt nagyon kellemetlenül érinti. Na most általában azt tudni kell a bikaszaturnusza, hogyha az ő életébe adott az, hogy kapjon akár anyagiakat, akár kapcsolatokat, az azért van, hogy ő tovább tudja adni, tehát másokat segíthessen vele. Viszont ha nincs, ha nem kap, ha önmagától nem képes ezt megteremteni, akkor az azért van, hogy aztán másoktól kaphasson. És ugye megint megjelenik az egyensúly az életünkbe, az adok és a kapok analógiái. Ugye egy ikrekséggel, ikrek-szaturnuszú embernek az a feladata, hogy fölvállalja önmagát, hogy hiteles legyen. Na most a hitelesség arról szól, hogy amit mondok, amit közvetítek, amit úgymond kiteszek magamból a kirakatba, a külvilág felé, az igenis úgy van a magánéletemben is. Tehát nincs a kettő között ellentmondás. Erre szoktam mondani, ugye a régi közmondás, szokott szófordulat van erre, hogy bort iszik és vizet prédikál közben. Tehát ez pontosan annak. Ugye az ikrességnek a hitelessége, hogy amit mond, az betartja, hogy amit közvetít, az úgy van. Tehát náluk ez a fontos feladat. És nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy az ikrek-szaturnusz emberek nagyon nehéz feladatokat kapnak. Tehát igazából náluk, ha a sors felkérdezésre kényszeríti őket, akkor élethelyzetbe ad nagyon nehéz és nehezen megélhető feladatokat, és ugye azon túl, hogy általában az ikrek jegyű és sok ikrek érdekeltséggel rendelkező emberek rengeteg energiát, tehát nagyon sok energiát kapnak, fontos neki az állandó mozgásba legyen az ismeretek, ugyanakkor ezzel párosulhat úgymond egy szellemi kimerülés, egy pszichés labilitás is. És nagyon sokszor erre, amikor nem tudja már a sors feladatot megélni, akkor élethelyzetbe hoz nagyon nehéz feladatokat, pontosan azért, hogy azzal tanítsa a környezetét, hogy ő ebből a helyzetből hogy tud kijönni, hogy tudja megoldani, és ezáltal példát mutasson másoknak, hogy ha ő is, a másik is ilyen élethelyzetbe kerül, akkor az ő példáján keresztül már láthatja az a másik, hogy ő képes volt, és hogy tudta megoldani. Tehát azért ez nem könnyű feladat. A következő zodiákusban az a rák Szaturnusz. Ugye a rákságnak igazából, ha a középső szinten nézzük, a rák érdekeltségű embereknek fontos, hogy érezze, hogy szükség van rá, hogy gondoskodhat, hogy tehet másokért. Igen ám, de felső szinten gondoskodni valakiről az azt jelenti, hogy hajlandó vagyok alárendelni az akaratomat egy gyengébb akaratnak. És ugye másokról gondoskodni csak is úgy lehet, ahogy a másik kéri tőlünk. Tehát ez mindig örök problémának látom a rák-szaturnuszú embereknél, például, hogy gondoskodna, de ő úgy szeretne gondoskodni, ahogy ő jónak látja. Tehát nem az, ahogy a másik visszajelzései, akár a családja, akár a környezete szeretné vagy elvárná tőle. És általában itt billen meg a dolog, hogy ugye ezzel meg kell tanulni, hogy csak úgy tudok gondoskodni a másikról, ahogy a másik kéri tőlem, hisz ha már a saját egóm szerint szeretnék gondoskodni valakiről, az nem biztos, hogy abból kér a másik. Tehát általában ezt tapasztalom. Az oroszlán szaturnuszú szülötteknél nagyon fontos, hogy átélje azt, hogy felnéznek rá, hogy elismerik, hogy nem kérdőjelezik őt meg. Ugye
Szokták mondani az ilyen típusú emberekre, hogy ők esetleg főnökök, hogy uralkodók. Igen, ez is benne van. Viszont felső szinten ez mind azért van, hogy átélje a saját fontosságát, hogy felnéznek rá, hogy hisznek benne, és ha egy oroszlán szaturnuszú ember tényleg megtalálja azt a közeget, amiben ő ezt át tudja élni, akkor iszonyatos hegyeket képes azért megmozgatni, hogy másokon és másokért tudjon tevékenykedni. Ugye a következő a szűz Szaturnusz problémája, és a szűzséggel rendelkező, többségében szűzséggel rendelkező embereknél az az, hogy ugye a szűznél folytonosan az jön ösztönből, hogy segíteni akarok a másiknak, tök mindegy, hogy miben, csak érzem, hogy segíthetek. Na most ez is egy kicsit visszavezethető a gondoskodás analógiájára, hogy segítség is az a másik ember számára, amit kértek tőlünk. Tehát egy szűz szaturnuszú embernek meg kell tanulnia, hogy csak akkor segíthet, ha a másik azt már megfogalmazta, és megkérte rá, hogy légy kedves, segíts nekem ebben, abban, vagy éppen amabban is, és mondjuk így szeretném, vagy úgy nem szeretném. Ugyanis ő nagyon szeret ösztönből segíteni, viszont megint az jelenik meg, hogy amíg a másik nem kéri, ő arra nem befogadó, hogy a másik ember fogja, oda toppanjon mellém, és megtegye helyettem azt, amit nekem kellene. Tehát ha már valaki eljut odáig, hogy a másik segítséget kér tőle, és megfogalmazza ezt a másik ember felé, akkor már ott van benne a befogadás arra, hogy igen, én azt szeretném, hogy ez az ember segítsen nekem, és tudom, hogy megbízok benne, és ő lesz az, aki esetleg elérébb tud vinni, akár egy döntésben, akár egy élethelyzetben. Tehát a szűz Szaturnusszal ezt kell mindenképpen megtanulni. És hát maga az, hogy a világban minden úgy tökéletes, ahogy van, ugye ember tervez, Isten végez, lehet, hogy éppen az adott élethelyzetet, amiben vagyok, ezt nem pont így képzeltem el, de meg kell tanulnom azt, hogy ez is értem van, hiszen odafent tudják a legjobban a sorsomat, és azt, hogy néha a nehézségek erre merre kell terelgetni az embereket. Na most egy mérleg szaturnuszú embernek, ami nagyon fontos, az az önelfogadás. Ugye a mérlegségnél azt látom általában problémának, és többségében problémának, hogy nem mer önmaga lenni. Ugyanis a mérleg Szaturnusszal, sok mérlegséggel rendelkező embereknek kell, hogy legyenek visszajelzések. Nem szeret konfrontálódni, holott nagyon jó diplomatikus és nagyon jó egyensúlyra, harmóniára törekszik. Viszont onnantól kezdve, ha úgy érzi, hogy konfrontálódik, akkor hajlamos azzal beazonosítani ezt, hogy húha, akkor én most esetleg jobban kiálltam a véleményemért, jobban kiálltam magamért, és akkor már lehet, hogy engem ezért nem fognak szeretni. És nagyon gyakran látom azt, hogy képesek emberek belemenni olyan szerepekbe, az elvárásoknak való megfelelésbe, hogy utána pedig teljesen elveszti önmagát. És aztán jön egy belső harc, hogy a környezetem, a családom, az emberek ezt várják el tőlem, és ha én most ellent mondok, vagy nem úgy viselkedek, akkor nem fogom azt érezni, hogy szeretnek. Én ilyenkor mindig azt szoktam javasolni, hogy ha folyton szerepeket játszunk, akkor mikor fogja megtalálni önmagát? Merjen önmaga lenni. Mert olyan úgy sincs, hogy mindenkinek megfeleljek. Nem, azt nem lehet, hogy 10 emberből mindenkinek, mind a 10-nek jó leszek, és engem úgy fog szeretni, hanem igenis merjen önmaga lenni. Mert onnantól kezdve, aki megismerkedik vele, és tegyük hozzá, hogy aki szereti és elfogadja, az A-tól Z-ig a pozitív és úgymond negatív tulajdonságaival együtt is el fogja fogadni, aki meg nem, mert elvárásai voltak a mérleg Szaturnusz, vagy mérleg legyű szülöttel szemben,
a nap pedig úgyse fog tudni megfelelni. Tehát akkor inkább szeressék úgy, aki önmagáért, de az biztos, hogy stabil lesz, és nem kell meghazudtolnia önmagát sem ebben. Következő a Skorpió Szaturnusz a zodiákusba, és most egyébként is ennek a visszatérését éljük ebbe az időszakba, amiről majd még egy kicsit bővebben beszélni fogok. Ugye a Skorpió Szaturnusz feladata az, hogy meg kell értenünk, hogy minden ember másképpen gondolkodik. Olyan nincs, hogy mindenki mindenben egyetért, mindenki mindent ugyanúgy lát, ugyanúgy értékel. Tehát meg kell tanulni az embereknek elfogadni, és nagyon sokszor véleményütközésekben látom a hétköznapok szintjén. És ugye most különösen aktuális, hogy lassan majd közelítenek a választások, amikor az emberek megpróbálják meggyőzni a saját igazukról a másikat. És nem fogadja el, hogy igen, te így látod, te így érzed, én pedig így látom és így érzem. És nagyon sokszor a legegyszerűbb lenne, és hát ez lenne az út igazából, amit ezzel meg kell járni, hogy igen, én tiszteletben tartom a véleményedet, te így látod, te pedig tarts tiszteletben az enyémen, mert úgyse fogunk ugyanúgy gondolkodni. És hát a skorpiósággal a belső út megélése. Tudnunk kell, hogy a saját utunkon mindig egyedül vagyunk. Tehát mindig, ha az ember képes visszatérni a saját belső önmagához, és önmagában megtalálni bent a biztonságot, és nem a külsőségektől függővé tenni azt, hogy én most biztonságban vagyok, vagy harmóniában vagyok, akkor meg tudja élni felső szinten a skorpióságot, gyakorlatilag a remeteséget, és elfogadja azt, hogy mindenki másképpen gondolkodik, és másképpen érez. Ami majd az elkövetkezendő időszak lesz majd, az a nyilas Szaturnusz, ami hamarosan majd következni fog visszatérésben is. Ugye nyilas Szaturnusszal az jelenik meg, hogy ugye a nyilas általában egy nagyon optimista, egy nagyon bizakodó, nagyon bátor, általában nem görcsöl dolgokon, és a kellő önbizalmából adódóan el kell tudni fogadni azt, hogyha megcselekszi azt, amiből ő egóból képes, és amilyen döntéseket hoz, annak el kell tudni fogadni a negatív eredményeit is, ha úgy hozza a sors. Tehát bármit megtehet a nyilas Szaturnusszal, ha el tudja fogadni a tetteinek az eredményeit. Ennek ez lenne a lényege. A Bak Szaturnusz ugye az zodiákus 10. jegyével, ő neki azt kellene, hogy mások céljait segítenie, mások céljait megvalósítania. Holott a bakságnál nagyon erősen megjelenhet az ugye az önérvényesítés, a karrier, a célok. De hát ugye mint ezt is ő sem önmagáért kapta, hanem pontosan azért, hogy az erejével, a tudásával, a hozzáértésével, ha képes megtanulni, hogy ezáltal másokat segítsen, akkor majd a mások visszajelzései és támogatása által fogja tudni megélni azt, hogy igen, itt van az én hivatásom, elértem a sikeremet. Ugyanis ő sem tehet öncélúan. A vízöntő Szaturnusznak föl kell ismernie, hogy ő mindig egy közösség része. Ő mindig azért van egy közösségbe, hogy másokat kiegészítsen. Ugye, ha közösségről beszélünk, megjelenhet akár ez egy kis közösségnél, tehát egy család is közösségnek számít, vagy akár megjelenhet a barátoknál, vagy ha gyermekekről beszélünk, és mondjuk iskolás, a óvodása, ugye ott is egy óvodai csoport, egy iskolai osztály, az is egy közösség. És általában ilyenkor az van jelen az életében, hogy ha én teszek valamit a közösségbe, akkor azt más nem fogja megcsinálni. Viszont ha azt érzékeli, hogy más valamit nem csinál meg, és ő arra képes, akkor azt meg fogja tenni. És ugye a közösség pontosan erről szól, hogy mindenki ért valamihez, tehát egy nagy egységet alkotunk, és egymásért tudunk tenni. És hát a Szaturnusznál az zodiákusban az utolsó jegy, ugye a halak, a halak Szaturnusz, a halakság,
akinek nagyon fontos az egység. Tehát meg kell tanulni az egységet, hogy mindig általában azt teheti, amit a másik akar. Na most nagyon gyakran azt látom, hogy a sok halagsággal rendelkező embereknél megjelenhet az tudati szinten, hogy én mindig áldozat vagyok. Nekem mindig le kell mondanom valamiért, és hogy mások sose azt akarják, amit én akarok. Na most náluk a kulcs ahhoz, hogy ezt meg tudja fordítani, az az önfeláldozás. Az önfeláldozás pedig az, hogy le tudok mondani a saját akaratomról azért, hogy a másik akarata érvényesülhessen. Ha ezt képes elfogadni és képes megtennie, akkor rá fog jönni, hogy nagyon sokszor olyan élethelyzetek jönnek, és adódnak abból, hogy ő tudott önfeláldozó lenni, ami sokkal jobb, mint az, amit elképzelt saját önmagának. Tehát egy teljesen mást, egy teljesen jobbat kap, csak először meg kell lépnie önmagát, tehát meg kell tanulni az önfeláldozást, és ha erre képes, akkor meg fogja tudni élni az egységet, és hogy a másik is azt akarja majd, hogy ő neki jó legyen. Na most utaltam arra, hogy jelen napjainkban hol tartunk most, és visszatért ugye a Scorpius Saturnusnak az időszaka. Na most a 2012. október 5-i nappal tért vissza a Skorpió jegyébe a Szaturnusz, ami azt jelenti, hogy egy bő 2 évig, tehát egészen a 2014. december 23-áig itt tartózkodik a sorsfeladat és a felkérdezések bolygója a zodiákuson. Na most, ha ezt a hétköznapok szintjére akarjuk levetíteni, ugye nagyon sokszor mi jön szembe velünk, akár interneten, akár híradóba, ugye nagyon sok a veszteség, a baleset, nagyon felerősödtek az erőszakos cselekmények, és ugye minden, ami plútói, marsikus és skorpiós energiát, tehát nagyon, nagyon végletek jelennek meg a világban, és nagyon sokszor azt látjuk, ugye, hogy erre még a médiumok is rátesznek jócskán. Na most azt tudni kell, hogy mindig annak adunk energiát, amire figyelmet szánunk. Tehát azért ez a vonzás törvénye is. És mint ahogy mondtam, a skorpiónak is van felső szintje, tehát ha ezt a 2012. október 5 és 2014. december 23 közötti időszakban tudatosítjuk önmagunkban azt, amit elmondtam már fentebb, hogy megértjük, hogy minden ember másképpen gondolkodik, hogy elfogadjuk, hogy soha nem érezhetünk úgy, mint a másik. Megtanuljuk az elengedést, a lemondást. Teszem föl például, ha egy párkapcsolatban már nem tudunk hova fejlődni, és eljutott egy olyan szintre, hogy annak ellenére, hogy az emberek megpróbálták ezt helyrehozni, és nem lehetett, hogy megtanuljuk az elengedést. Na most ez az elengedés is, ugye nem mindegy, hogy milyen szintről történik, hisz nagyon sok válás végződhet, nagyon csúnyán is, és tényleg nagyon normálisan, kultúráltan két félnek a közös megegyezésével, holott igazából tudni kell, hogy a sor szintjén soha nincsen válás. És hogy miért mondom ezt? Általában azt mondhatom, hogy többségében amilyen problémákkal engem megkeresnek, az általában párkapcsolati, családvállalással kapcsolatos, még a munkahely is ott szokott lenni az első ötve, valamint a gyerekeknek, ami egyre inkább jön mostanában, nagyon sokszor a gyerekek pályaválasztásával kapcsolatban. Valószínűleg nem véletlenül kapom ezt, hisz most az én fiam is, aki az első szülöttem, ő 8-os, és mi is pályát választunk, tehát bizonyára a külvilág is jelzi, hogy én is ezt az utat járom most. De ugye, amit akartam mondani a párkapcsolattal kapcsolatban, hogy tudni kell az embereknek azt, hogy a sor szintjén nincsen válás. Nagyon sokszor azzal találkozok, hogy azt mondják az emberek, hogy jó, mit az a papír nem számít.
Most az a papír, amiről beszélünk a sor szintjén, azt jelenti, hogy én fogadalmat tettem, felelősséget vállaltam, hogy a másik embernek a sorsát segítem megélni, és a másik ember is fogadalmat tett arra, hogy az én sorsomat segíti megélni. Na most általában, amikor válik valaki, vagy valakitől válnak, azért ez sem szokott mindegy lenni, azt jelenti, hogy le akarom tenni ezt a felelősséget. Nem akarom megoldani, nem vállalok tovább felelősséget a sorsodért, és hát ebből szoktak problémák adódni. És itt sem mindegy az, hogy valakitől elválnak, vagy valaki el akar válni. Mert onnantól kezdve az, hogy ki milyen úton megy tovább, vagy tud-e új életet kezdeni, vagy sajnos onnan már csak a lejtőn lefelé fog tartani, ez sem mindegy. Úgyhogy igazából a Szaturnusz a felelősségünk, amit lehet jól, és lehet kevésbé jól is használni. Minden élethelyzetben meg fog jönni a felkérdezés a feladatunkra. Viszont ha tudatosak tudunk maradni, akkor megkapjuk azt a hátszelet ahhoz, hogy könnyebben megélhessük a sorsunkat. Köszönjük szépen, Edina! Ez tényleg egy nagyon értékes és tartalmas kis ilyen általános összefoglaló volt, mondhatjuk így is, és itt a nézőknek mondom, hogyha valaki nem igazán tudta megfigyelni, hogy az ő jegyére mi is jellemző, és mit is beszélt erről Edina, akkor felvételről újra lehet nézni, akár Edinától lehet majd kérni, akár tőlünk. Edina, még a műsor elején megfogott egy mondatod, ugye, hogy elemzéssel foglalkozol, azt már megválaszoltad, erre is nagyon kíváncsi voltam, hogy kik keresnek meg téged a mai napokban legtöbbet is, úgy igen, hát párkapcsolat, munka és a többi. De ami úgy megütötte fülem, hogy ahhoz, hogy te elemezni tudj, ahhoz nekem tudni kell a pontos születési dátum, idő, perc, másodperc. És például Edina, hogyha én tudom, hogy percig mondjuk, hogy mennyi, és másodperc, de van, aki még azt sem tudja, tehát még nem is tudja megmondani, hogy hány órakor született, annak egyáltalán nem lehet elemzést végezni. Az az igazság, ugye, és itt megint nagyon sok tévhit van az emberek fejében. Mint ahogy mondtam, hogy pár perc eltérés is nagyon sok különbséget adhat. Na most minden egyes elemzést én úgy kezdek, hogy van egy adatlapom a születési idő pontosításához, mind gyermekeknek, mind felnőttek számára, és itt bekérem az életeseményeket. Ez azt jelenti, hogy akár megjelenik itt a szülők házassága, a testvér születése, a saját házassága, ha volt válása, gyermekek születése, megjelenhetnek itt a műtétek, akár a költözés. És alapesetben ugye azért mondhatom azt, hogy a 80% azért az úgy szokta tudni negyed órára. De igen, nagyon sokszor megjelen nálam is az, hogy 24 órában. Na most tudni kell azt, hogy amikor valaki azt fogja mondani az adott szülöttnek, hogy ő 24 órában meg tudja mondani hajszál pontosan, hogy ő mikor született, főleg akkor, ha még nincs is kellő számú életesemény, amivel pontosítani tudunk, ami alapján vissza tudjuk keresni a születési dátumot, az sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy megtévesztés. Ugyanis az életesemények azért kellenek, mert nem születhettünk akármikor. Nem születhetett akármikor a gyermekünk, nem válhattunk el akármikor, nem halhatott meg családtagunk akármikor. Tehát ezeket az életeseményeket nekünk vissza kell ellenőrizni, és erre tudjuk alapozni, és még így is azt szoktam én is mondani, tehát úgy kezdem, hogy az életesemények alapján a lehető legvalószínűbb születési idő. Ugyanis ha nem túl sok van, és időközben majd akár, ha találkozunk egy vagy két év múlva visszajön, és azóta
történik még valamilyen életeseménye, még én rá szoktam pontosítani, hogy maradt-e az, amit találtunk neki előtte, vagy esetleg mégis módosult. 24 óra alapján nagyon nehéz, bár kétségtelen, hogy azért mondhatom én is, hogy már most olyan, nem tudom, tehát körülbelül egy 1500 horoszkópnyin túl vagyok, ami a fejemben van. Nyilván tudom, hogy mik azok az analógiák, amik meg kellettek jelenni az életébe. Tehát van azért rálátásom, amikor beszélgetek valakivel, hogy én igazából hátul, mint egy háttérszoftver, már rajzolom fel a horoszkópját ugye a fejembe, hogy körülbelül mit hol fogok nála megtalálni. De ettől függetlenül szinte képtelenség. Tehát ha 24 órában legalább napszakot nem tud, mert nálam is volt már úgy, hogy mer a hajnali műszakváltás, mer a búcsúra készülöttünk, mer a tehenek jöttek be a mezőről, tehát próbáltuk valami ilyenekhez kötni. De ilyen esetekben is, hogyha megvan a születési ideje, akkor is nekem igazából akkor jön a visszajelzés 100% pontosan, amikor leülök vele az elemzését átbeszélni, és ahogy haladunk, és igenis ráerősít, hogy igen, hát ez is, és az is, hogy igazából 24 órában nagyon nehéz. Tehát ez akárki akármit állít. Én is, és tényleg tiszteletbeli kollégáim, társaim, asztrológus társaim, ők is mindent megtesznek azért, hogyha 24 órába pontosítunk, de nem lehet azt mondani, hogy akkor az ő 100%-ig. Értem, Edina, köszönöm. És nagyon-nagyon elröppent rajtunk az idő, még csak néhány percünk van, de ezt a néhány percet gyorsan használjuk már ki arra, hogy mesélj arról egy picit, beszélj, hogy hogyan tudnak téged elérni az érdeklődők, hogyan egy picit, nagyon picit a munkádról, elemzéseid mennyi ideig tartanak, és a többi, és a többi. Még erről beszélj nekünk. Hát aki szeretne engem megtalálni, az akár a Facebookon keresztül Astromon kötőjel Ambrusné Schuller Erina néven, akár a Google Pluszon is ugyanígy Astromon néven, és hát a honlapom is a www.astromon.hu. Aki szeretne esetleg, vagy bővebben érdekli a téma, szoktam hírlevelet is küldeni, bár, mint ahogy mondtam, általánosságokban nekem nagyon nehéz beszélni. Nem vagyok egy gyakori csicsergő, de hogyha valamilyen blogbejegyzésem, vagy média megjelenésem, vagy valamilyen új információ van, azt természetesen hírlevélbe ki szoktam küldeni. Az elemzések általában meg szokták tőlem kérdezni, hogy mennyi idő, és nagyon gyakran találkozok azzal, hogy kapok egy e-mailt, hogy akkor mikor jöhet hozzám. Elsődlegesen, első körben mindenképpen szükség van az adategyeztető időpontnak, az adategyeztető lapnak a kitöltésére, amit visszaküldve én ugye elkészítem az elemzését, és jelzek ennek elkészültéről. Na most általában egy olyan körülbelül másfél hetes előjegyzésem szokott lenni, tehát azért mindenkitől egy kis türelmet kérek, ugyanis amikor megkérdezik tőlem, hogy én mennyi időt töltök el egy horoszkóppal, nyugodtan mondhatom, hogy körülbelül egy szülött elemzésével az nekem egy 5 óra hosszányi munka. Ugyanis onnantól kezdve, hogy megkapom az adatlapját, pontosítom az életeseményeit, felállítom az alapelemzését, amiben benne van a személyiség, a sors elemzése, és ugye az ő lehetőségei, valamint az adott elemzéshez nálam mindig hozzátartozik a megkezdett szolár évnek, ugye, mert nálunk egy asztrológiai év nem január 1-től december 31-ig tart, hanem születési időponttól születési időpontig, és én általában, ha tört év van, akkor annak az eseményeit is vizsgálom, és a következő évet. Tehát általában azt szoktam mondani, hogy egy-két év vizsgálata tartozik hozzá. Köszönöm, és tényleg most már lejárt műsoridőnk, de ezt még felteszem neked, és kérlek, erre is válaszolj gyorsan, hogy miért fontos neked mindkettő? Az asztrológia is, meg az esküvőszervezés is.
Köszönöm a kérdésedet, Leona. Ez nekem azért a szívem csücske, mert én egy nagyon kis közösségből, egy kis faluból származom, Borsod megyéből, Sajó Kápolnáról. Ez egy nagyon szép kis faluska a Bükkhegység lábánál, és én gyakorlatilag beleszülettem a hagyományokba. Nagyon pici korom óta ugye az esküvők, a lakodalmak, és nálunk a faluban mindig ünnep volt, amikor valaki férhez ment, és valami, aki éppen megnősült, és én még ismerem ennek a hagyományait, és nagyon szeretném ezt ápolni és megőrizni, és ugye gyerekkoromból hoztam magammal, tehát nekem ez a gyökereim, és a szívemen viselem a sorsát végül is. Nagyon szépen köszönjük neked, Edina, hogy elfogadtad meghívásunkat, és vendégünk voltál, és ilyen értékes tartalommal töltötted meg a 45 percet. Köszönjük szépen a munkatársak nevében is. Nagyon szépen köszönöm én is a meghívást és a figyelmet mindenkitől. Szép napot kívánok! Szép napod neked is, Edina, és a nézőknek is nagyon szép napot és nagyon sikeres hetet kívánok. Sziasztok, viszontlátásra, viszonthallásra. Sziasztok!